A városnaphoz kapcsolódóan minden évben új forrásokkal igyekszik megismertetni a városlakókat a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szentmár-Bereg megyei levéltára. A reformáció 500. évfordulója alkalmából 2015-ben a Magyar Nemzeti Levéltár egy nagyszabású projektet indított. A reformáció emlékévét ugyan már lezárták, de a forrásfeltárásról szóló munkálatok egy része még mindig zajlik. A reformáció 500 éves évfordulója valóban véget ért, és most már az 500 pluszokat éljük, az 501-esben vagyunk. Az egyházak és a kormány egy komoly közös projekttel készült a nagy megemlékezésre, és ennek a projektnek egy igen kiemelt része volt a levéltári projektünk. Természetes, hogyha a múltban nézünk, ugye 500 év van mögöttünk, és ennek az eredményeire, folyamataira, céljaira és a mai üzenetére próbáltunk koncentrálni. Ha ilyen múlt van mögöttünk, akkor azt a múltat fel kell tárni. A projektben számos program, tudományos forrásfeltárás, honlap, vetélkedő, kiállítás kapott megvalósítási lehetőséget az országos levéltárban és a különböző megyei levéltárakban, sőt a határon túl is a Reformációs Emlékbizottság támogatásával. Magyarországon mind a 20 megyei levéltár aktívan részt vett a munkában. Közösen határoztuk meg azt, hogy milyen feladatokat fogunk elvégezni. A rendelkezésünkre bocsátott miniszterelnökségi támogatásból elsősorban konferenciákat rendeztünk, könyvek kiadásában vettünk részt, de a legtöbb forrás az tényleg pénzügyi forrás az a forrásfeltárást támogatta. A levéltárakra mindig nagyobb figyelem irányul az évfordulókon, amikor szerteágazó tematikában tudnak programokat indítani. Így tudták megvalósítani a Reformáció MNL elnevezési projektet. A lényege az, hogy egyre több információt, lehetőleg eredeti dokumentumok adatait szeretnénk a kutatók rendelkezésére bocsátani, emellett pedig közművelődési programokat, különböző kiállításokat, konferenciákat szerveztek a kollégák, illetve kiadványsorozatot adunk ki. Ezekből is már hamarosan megjelennek a kötetek, és itt a Szabolcs-Szentmár-Bereg megyei kollégák saját kiadványokkal is készültek, ők a mai napon ezeket is be fogják majd mutatni. Jelenleg a projekt keretein belül készülő kötetek utolsó munkafázisait végzik, és ősszel nyílnak meg azok az adatbázisok, amelyek a forrásfeltárásról szólnak.